Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszakadták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Két gólos vereséget szenvedett a Győrtől a kisvárdai női kézilabda csapat. 210 cm-es ugrással indította a fedett pályás szezon Bakosi Péter. A Szentéri nyerte a 11. Szizósportszerkupa kispályás foci tornát. A hetedik helyen várja a tavaszt a Kölcsér DS-e női kézilabda csapata. Január 15-én elkezdődött az átigazolási időszak az amatőr futballban. Tovább erősíti kárpátaljai kapcsolatait a kisvárdai futballklub. Két gólos vereséget szenvedett a bajnoki címvédő Győrtől a kisvárdai női kézilabda csapat. Blatko Gyonovics együttese 30-28-ra kapott ki a 100%-osan listavezető vendégektől. Teltház előtt fogadta a győri együttest a kisvárda, amely már az első támadásoknál levitte kapusát, hogy 7 mezőnyjátékossal támadhasson az abszolút esélyes vendégek ellen. Ez a taktika meg is lepte a bajnoki címvédőt, 5-5 után folyamatosan a hazaiak vezettek, a győriek rendre csak az egyenlítésig jutottak. Úgy tűnt, hogy döntetlennel zárul az első félidő, Dragut időn túli szabaddobása azonban a jobb felső sarokba vágódott, így egy gólos várdai előnynél mehettek pihenni a csapatok. A második félidőben sem változott a játék képe, 21-20-as állásnál azonban kettős emberölénybe kerültek a vendégek. Ezt kihasználva fordított a Győr, a hajrában pedig meg tudta előnyét tartani a győzelmet a vártnál jóval nehezebben megszerző vendégcsapat. Prije, nego smo počeli ovu utakmicu, rekao sam igračicama svoga tima. A mérkőzés előtt azt mondtam a játékosoknak, hogy ezúttal ne az eredménnyel foglalkozzanak, hanem csak a játékra koncentráljanak. Nagyon büszke vagyok a csapatra, mivel megmutattuk, hogy a világ legjobb együttese ellen is tudunk ilyen szinten kézilabdázni. Bízom benne, hogy még ennél is jobbak leszünk a jövőben, a Győrnek pedig sok sikert kívánok a Bajnokok Ligájában. A vendégek edzője, a kisvárdai kapus Pásztor Bettina teljesítményét emelte ki, valamint elmondta, hogy a második félidőben mutatott keményebb védekezésüknek köszönhették a vártnál nehezebben megszerzett győzelmet. Először is szeretnénk gratulálni a kisvárda csapatának, mert nagyon-nagyon jól játszottak, nagyon szimpatikus kézilabdát játszottak, és igen-igen megnehezítették a dolgunkat. Gratulálok a teljesítményükhöz. Az első félidőben teljesen jogosan vezetett ellenünk a kisvárda, megérdemelten. Nem tudtunk érdekes módon ma támadásba azon a nívón játszani. Ez elsősorban a kisvárda kapusának volt köszönhető. A második félidőben a védekezésünk egy picit felkeményedett. Én azt gondolom, ebbe volt a győzelmünknek a kulcsa. Egy picit agresszívebbek voltunk. Messze elmaradtunk ma a vártól. De tudomásul kell venni, hogy vannak ilyen mérkőzéseink is, és van ilyen arcunk is. Ebből a mérkőzésből is tanulnunk kell, és épülnünk kell. Gratulálok még egyszer. A tabella élén a Győr áll 14 mérkőzésen szerzett 28 pontjával, megelőzve a 24 pontos Ferencvárost. A 12 pontos kisvárda a 8. helyen várja a jövő hétvégén esedékes MTK Budapest elleni vendégjátékát. 210 cm-es ugrással indította a fedett pályás szezon Bakosi Péter. A Glasgow-i Európa-bajnokságra készülő atléta a nyíregyházi versenyen állt rajthoz. Elég nagy az érdeklődés, hiszen Budapesttől kezdve Kecskeméten át, Gödöllőn keresztül elég sokan voltunk. Nem tudom a pontos létszámot, de szerintem 100 fölött van a versenyzői létszám. És hát ami érdekesség ennek a versenynek, hogy valóban az első, és hát a fedett pályás versenyidőszak kezdetét vette, 2 hét múlva már az újoncok, serdülők országos bajnokságon vesznek részt, és ez a verseny tulajdonképpen arra jó, hogy a hosszú alapozási időszak munkájának eredményét megnézzük, illetve felkészüljünk a fedett pályás országos bajnokságokra. Lesz világbajnokság, felnőtt világbajnokság szabadtéren, fedett pályás Európa-bajnokság, és hát természetesen a fiatalabbaknak is lesznek nemzetközi versenyek, és én szeretném a tavalyihoz hasonlóan, ha eredményesen szerepelnénk a nemzetközi porondon is. Bízom benne, hogy a világbajnokságon is ott lesz legalább 2 versenyzőnk, akik megmutathatják, hogy valóban Nyíregyháza a vidéki atlétikai centrum egyik központja. A megszokott július végi, augusztus elejé időpont helyett ezúttal szeptember végén, október elején lesz a világbajnokság Katarban. Gondolom megváltozott a felkészülés menetrendje. Mikor kezdhet a munkát, hol tartasz most? Most még a
az erősítő állapotban tartunk. Első helyezni valószínűleg a téli magyar bajnokságon fogok, utána pedig majd április-május körül kezdek. Edzőtábort is most készül, tervezzük április elején, április vége fele, hogy ott kerüljek először is csúcsformába, ahol ugye szintet kell teljesíteni, ugye már egyben olimpiai szint is lenne, hogyha a VB szint sikerül, és utána tudnám nyugodtan készülni az ősz VB-re. Mennyi a világbajnok egyben olimpiai szint? 65 méter kereken. Okoz-e gondot vagy valamilyen problémát az, hogy át kellett alakítani a felkészülés menetét? Érdekes lesz, még soha nem volt ilyen késő. Én általában össze még jól versenyzek, úgyhogy bizakodva vagyok efelől. Remélem, hogy most is sikerül, jól dobnom. Tavaly évben nagyon stabilan versenyeztél, lehet azt mondani, több nemzetközi versenyt nyertél, dobogóra állhattál, a nemzetközi felzőt mezőnnyel versenyeztél nagyon sokat. Mekkora önbizalmat ad ez az előttünk álló szezonra? Óriási önbizalmat, tehát az, hogy ez a 61-62 métert, tehát majdnem mindenhol megdobtam, ezt úgy gondolom, hogy ha jövőre egy 63-64, és az idejében egy 63-64-re sikerülne stabilizálni, akkor abból a 65 méter bármikor benne van. Lehet-e már tudni a verseny naptáról valamit, vagy az még kialakulóban van? Április végén kezdek, ez biztos, egyelőre így tűnik. A menedzserem folyamatosan szervezi a versenyeket, próbálja a lehető legjobban összeállítani azt, hogy csúcsvonalra kerüljek majd. Az elmúlt években is rajthoz álltál, nem csak te, hanem a klubtársaid is ezeken a fedettpályás versenyeken, sülök, és de milyen jók ezek a versenyek? Igazából ez egy ilyen felmérésnek jó, hogy kicsit megnézzük, hogy hol tartunk. Nekem 16-19 a legjobban, szerintem a mai nap megjavítom, úgyhogy ez a célma. Túl vagy az év első versenyén, ahol nem igazán az eredmény volt a lényeg, hanem egy picit az, hogy összeragd a megfutásodat egy picit versenykörülmények között, tudjál ugrani, mennyire vagy elégedett a itt történtekkel? Ez az első verseny az arról szólt, hogy a nekifutásomat rakjuk rendbe. Ez Tamás is figyelmeztetett erre, hogy egy 2-3 versenyt fog rá kelleni, még úgy nagyjából be fog állni ez az új nekifutás. Ezt én is éreztem most a versenyen, mivel sokkal nagyobb frekvencián futottam, mint eddig, és a végét nem igazán sikerült összeraknom. Én egy picit több reménykedtem, egy olyan 15 környékére, de úgy gondolom, hogy ez se probléma, hogy 2-10-zel kezdtem az idényt, mivel tudom azt, hogy mik a hibáim, mi az, amit még javítanom kell, mire kell még több hangsúlyt fektetnem. Nem klasszikus versenykörülmények között ugrottál, hiszen egyenugrottál egymás után. Mikor lesz az első olyan verseny, ahol lehet azt, ahogy lehet mondani, normális klasszikus körülmények között tudsz majd ugrani? Valószínűleg január végén fogok versenyezni, még a menedzserrel egyeztetnem kell, de elsősorban még van egy vizsgám, amit ugye szeretnék minél hamarabb letudni. Most egy picit az érződött benne, hogy fejben nem igazán voltam ott, mert most utóbbi 2 hétben ugye vizsgai időszakom van, és elég sok vizsgám volt, és elég sokat hajnaloztam, és most még érzem azt, hogy a bioritmusom kicsit felbomlott, úgyhogy azt egy kicsit rendbe kell raknom, és remélem azt, hogy amikor odaérek az első versenyre, akkor fejben is, és fizikailag is ez minden rendben lesz. 226 cm fedettpályás sebély kiküldetési szintje, hány versenyed lesz arra, hogy ezt megugord? Úgy terveztünk az edzőmmel, hogy 5 versenyt szánunk a téli szezonra, majd kiderül, hogy mennyi az, amit tényleg részt fog venni, mivel hogyha fáradt lennél, viszonylag rövid szezon ez a téli szezon, és ugye sűrű lesz a versenyprogram így, szóval lehet az, hogy ebből az 5-ből talán 4 lesz, majd kiderül. A Szatmár Németiből érkezett Szentiéri csapata nyerte a 11. Szizosportszer Kupa teremlabdarúgó tornát. A második helyen a Deacol, a harmadikon pedig a szintén debreceni Hungarotarg együttese végzett. A megye legnagyobb tornája, mind összdíjazását tekintve, mind pedig a csapatok létszámát tekintve egyaránt, és ez már most második éve van így, úgyhogy ez külön öröm számunkra. Tehát tele van a sportcsarnok, pattog a labda, és a nézőtér is tele van, hiszen nem csak a csapatok és a játékosok vannak itt, hanem az őket elkísérő szurkolók is, illetve hát a Máté szalkaiak, azok, akiket igazából érdekel a labdarúgás. Így aztán 2 napon keresztül én úgy gondolom teltház előtt játszhatnak a csapatok. Nagyon izgalmas meccsek várhatók, hiszen itt igazából a teremtornák időszaka az mindig az év végére datálódik, a 2 ünnep közé datálódik. Így volt ez most is itt Magyarországon, és külön öröm számunkra, hogy az évet mi mindig ezzel a tornával tudjuk nyitni. Így már azok a csapatok, akik már speciálisan fölkészültek egy-egy ilyen teremlabdarúgó tornán, vagy jó helyezéseket értek el, így ők is szívesen jelentkeznek a mi évkezdő labdarúgó tornánkra. Nincs ez másképp most sem. Debrecenben rendezték tavaly 2 ünnep között az országos teremlabdarúgó
labdarúgó bajnokságnak a döntőjét, az ottani győztes most a tornánkon részt vesz, és hogy közelebbről is említsek, Fehérgyarmaton egy igen népes tornán, karácsony kupán résztvevő közül is nagyon sokan itt vannak. De hát nem menjünk el amellett sem, hogy itt ez a torna egyrészt már egy ráhangolódást jelent a NB-s csapatoktól egészen a megyei csapatokig tartó klubok esetében, a labdarúgók esetében a felkészülésre. Így ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy itt már egy kicsikét ugye a tavaszi alapozásra ráhangolódjanak és sikereket érjenek el. Természetesen nem csak a megyéből, hanem a megyén kívülről, Hajdú megyében nagyon-nagyon népszerű ez a torna, és rengeteg Hajdú megyei csapatunk van, és Budapest ről is neves csapatok érkeznek. Külön érdekességem a tornának, hogy a határon túlról is érkeznek csapatok. Ez már tavaly is volt Romániából, de most Ukrajnából is több csapat jelezte részvételét, sőt első ligás játékosok is ezekben a csapatokban fognak szerepelni. Aztán az sem elhanyagolható, úgy gondolom, és fontos megemlítenünk, hogy a torna névadója, a Szízó, Papik Szilárd és Papik Zoltán évek óta ennek nem csak szponzorai, hanem megálmodói voltak ennek a tornának, és ebben az évben is ugye Szízó nevet viseli ez a labdarúgó torna, emellett a Máté Szalka városa pénzügyi forrásokat biztosít hozzá, és nem utolsó sorban a Máté Szalkai MTK, amelyik egyesület 2019-ben ünnepli ugye 100. jubileumi évfordulóját. Külön öröm számunkra az is, hogy a Máté Szalkai labdarúgás szerető támogatók közül rengetegen sorakoztak be a torna mögé, hiszen vasárnap, amikor a kiesési rendszerben a helyosztókat fogják játszani, ott egy igen nívós tombola sorsolásra is sor kerül, mielőtt a döntőt lejátszák, és ezen a tombola sorsoláson 40 olyan díj fog gazdára lelni, amelyet helyi vállalkozók ajánlottak fel a tornára. Nagyon értékes fődíjról és díjakról beszélhetünk ebben az esetben, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy Máté Szalkán ennek a tornának nem csak hogy hagyománya van, egyre inkább minden évvel előremutató újdonságokkal tudunk szolgálni. Most ez a tombola sorsolás jelen esetben ez. Nagyon remélem, hogy sportszerűen a fair play szellemében fognak zajlani a mérkőzések, és nem utolsó sorban itt már az is győztesként van jelen, aki benevezett erre a tornára, hiszen a csoportmérkőzéseik során nem kevés mérkőzést percet kapnak a játékosok. Milyen színvonal volt ez a mostani rendezvény? A szokásos létszámmal mentünk, most 38 csapat volt, ettől volt már több is, volt kevesebb is, de azt gondolom, hogy az idei Szízó torna volt az egyik legrangosabb, a legszínvonalasabb. Mivel 4+1-ben játszunk, felfedezték maguknak a futszál csapatok is a tornánkat, és több nemes futszál csapat is eljött a tornánkra, úgy, ahogy az Aramis Budapestről, már ők nem jártak túl nagy szerencsével, mert itt a Szamosker csapata, akik a Csenger futszára alapoznak, Csenger futszál játékosáira alapoznak, ők kiverték őket és hazautaztak. Részben részt vett a tornán a Nyír Gyulajnak az NB1-es futszál csapata is, meg több kispályán több küzdelmet megnyerő csapat. Milyen volt a közönség érdeklődés, hogy az elmúlt években rendet teltház alatt zajlottak a meccsek? Ha lehet azt mondani, a döntő napján talán most volt a legnagyobb érdeklődés, ugye, ahogy az előbb említettem, több neves csapat is részt vett a tornán, valószínűleg azok is bevonzották a nézőket, abszolút teltházzal ment a tegnapi napunk, ilyen még nem volt. Milyen szervezés, milyen logisztikai hátteret igényel egy ilyen torna lebonyítása, hiszen nagyon sok meccset játszanak a csapatok gyakorlatilag most 2,5 nap alatt? Azt gondolom, hogy már ez rutinból megy nekünk. Mi azért elfáradunk, főleg most másnapra, kijön a fáradtság a szervezőkön, de azért ott a résztvevők nem hiszem, hogy úgy érezhettek, vagy éreznek, hogy valami probléma lenne, minden zökkenőmentesen lement. Én meg is szeretném köszönni a segítőimnek, Maxim Gábornak és Gergely Bencének azt az alázatos munkát, amit a háttérben a szervezés a torna előtt és a torna alatt is végeztek. Az elmúlt években a Szízó Sportszert kupát követően volt egy másik torna utánpótlás korosztály számára, ezúttal így lesz. Minden évben csinálunk egy ilyen 2 hónapos programsorozatot, felnőttektől egészen a pici gyerekekig, szinte minden hétvégén mindig valamilyen tornát szervezünk. Ezzel most az évet a felnőtt tornával nyitottuk, vagy szokásosan azzal nyitjuk. Most a ifjúsági csapatok kerülnek sorba, utána pedig a többi gyerekkorosztályoknak is csinálunk tornát.
Visszatérve a Szizó kupához, a tornát a Szatmárnémetiből érkezett szentéri csapata nyerte. A második helyen a Deac Hall, a harmadikon pedig a szintén debreceni Hungarotárk együttese végzett. A gólkirályi címet a szentériben szereplő Ciprián Biták szerezte meg, a legjobb játékosnak a Deac Hall csapatát erősítő Nagy Dávidot, a legjobb kapusnak pedig a Hungarotárgos Bákonyi Norbertet választották meg a szakemberek. Az NB2 északkeleti csoportjának 7. helyén várja a tavasz a költségdíjese, Hadobás István együttese 3 győzelem mellett 6-szor szenvedett vereséget. A sportban nincsenek véletlenek, természetesen ezúttal sem. Azt gondolom, hogy minden csapatnak van az életében ilyen időszak, és őszintén az elmúlt 28 év alatt sok mindent megértünk, de ilyen sérülés hullámot nem. Legjobbjaink estek ki, sőt, utána azok is, akik helyükre kiszemelt ifjúsági játékosok szintén kiestek sérülések miatt, úgyhogy azt gondolom, hogy erősödik ezzel is a csapat. Én magam is egy kihívásnak tekintem, úgyhogy bizakodva várom a tavaszi folytatást. Természetesen nem vagyunk elégedettek az ősszel, de mint mondtam, nincsenek véletlenek a sportban. A 3 győzelem mellett voltak olyan vereségek, amelyek meglehetősen szorosak voltak, többek között a listavezető elleni mérkőzés, és emiatt van-e benned hiányérzet? Tulajdonképpen nincs. Még egy szemeg is, nincsenek véletlenek. Tehát ha egy góllal kikapunk, akkor megérdemeljük az egy gólos vereséget, viszont ha egyen nyerünk, azt is megérdemeljük, úgyhogy nagyszerűen játszottunk azon a meccsen. Sajnálom, hogy nem nyertünk, de majd tavasszal megpróbálunk pontokat gyűjteni, és biztos vagyok benne, amennyiben sérülteink is felépülnek, bár hozzátéve 2-3 ember közülük biztos, hogy nem fog tavasszal játszani. Mennyire nehéz ilyenkor az edző dolga, mennyire nehéz motiválni a lányokat, és ráadásul ugye benne van mindig minden edzésen, minden mérkőzésben egy-egy újabb sérülés lehetősége. Valóban nagyon nehéz, de őszintén elmondom, hogy nagyon erős a csapatom morálisan, nagyon szépen dolgoznak edzésen, viszont a mérkőzésen megremegnek a kezek, természetesen amikor hiányoznak a legjobbak, akik eddig eldöntötték a mérkőzés meg a 2 pont sorsát. Úgyhogy fel kell nőni a feladathoz azoknak, akik eddig kevesebbet játszottak, viszont nálunk nagyobb csapatok is komoly vérveszteségként kezelik, ha ilyen nagy sérülés hullám van. Úgyhogy mindezek ellenére is bízakodó vagyok. Milyen erősségű volt az őszi szezon az északkeleti csoportban? Sokkal erősebb, mint a korábbi. Egy kiemelkedő csapat van a Füzesabony, van egy nagyon gyenge csapat a SZEPA, Alsó Zsolca, viszont a többi csapat mindenkit oda-vissza megverhet. Én azt gondolom, hogy régen volt ilyen erős a mezőny. Ennek tükrében is azt gondolom, hogy nem vagyok elégedett, de tulajdonképpen elégedetlen sem. Mikor kezdi a felkészülést a költség, és mikor folytatódik a bajnokság? Természetesen megkezdtük, január 7-én már edzést tartottunk, még mindig vannak sérültjeink, betegeink. Február közepén kezdődik a bajnokság, közben tervezünk edzőmeccseket, természetesen az ifi csapatunk részt vesz a Hunior tornán, ez egy nemzetközi nagyszerű torna, a felnőtteinkkel pedig Kazincbarcikán veszünk részt egy felkészülési tornán, és mint említettem, edzőmeccseket szeretnénk játszani, összerakni a igazi jó kezdőcsapatunkat a bajnokság kezdetére. Január 15-én elkezdődött az átigazolási időszak az amatőr futballban, február közepéig válthatnak klubot a megyei osztályokban szereplő labdarúgók. Egy hónaposra tér átigazolási időszak, január 15-től február 11-ig éjfélig tart, és ami nagyon fontos és mindenféleképpen megemlítendő, és jó tudni, hogy télen csak és kizárólag úgy tudnak váltani klubot azok a játékosok, akik futballoztak ősszel, hogyha az átadó klub is beleegyezik, az az átigazolásnál aláírja, lepecsételi az átigazoló lapot, illetve értelemszerűen azt tudjuk, hogy a 19 éven aluli játékosokért ilyen nyáron is lehet működési költségtérítést kérni, viszont télen a felnőtt játékosokért is lehet költségtérítést kérni, annyi, hogy a hogy játékosok esetében a költségtérítéstől eltekinthet a két csapat, de nagyon fontos, hogy labdarúgó télen önszántából, szabadon a klubja beleegyezése nélkül nem tud eligazolni. Ennek tükrében mi a tapasztalat, mennyire nagy a téli időszakban a játékos mozgás nyárihoz képest? Ez egy érdekes kérdés, hiszen a megfigyelések alapján, az elmúlt évek tapasztalata alapján országos szinten nagyon minimális az átigazolás, Szabolcs-Szatmár-Berek vagy ebbe is kivételes, hiszen itt télen is elég komoly mozgások szoktak lenni, és azért a pletykákat hallva valószínűleg ez nem lesz másképp 2019-ben sem. Nagyságrendileg
hogy tudjuk elhelyezni, hány csapatban hány amatőr futballista játszik a megyében. Amit pontosan tudunk, majdnem 11.800 játékengedélyt adtunk már ki erre a szezonra, a 2018-19-es szezonra. Ez természetesen a bozsikos U7-es gyereket is beleértve, egészen az öreg fiúk bajnokságunkink, a lányokat is, illetve a futszál játékengedélyeket is. Ha ezt levesszük, akkor, és a bozsik programot is levesszük, azt mondom, hogy felnőtt szinten azért a 100, több mint 120 csapatunknál durván egy olyan 3000 játékos futballozik felnőtt szinten, az utánpótlásba is a bozsik programot, ha levesszük, szintén egy olyan 3000, tehát egy olyan 6000 játékost tudunk ilyen U14-es korosztálytól egészen ugye a felnőtt szintig. A játékos mozgás még tarthat február közepéig, viszont a felkészülési meccsek elkezdődtek, túl vagyunk a Nyírerdő kupa első körén. Milyenek a tapasztalatok? Szerencsére úgy néz ki, hogy bevált a Nyírerdő kupának az új lebonyolítási rendje, ami ugye az volt az elmúlt évektől eltérően, hogy egy helyszínen nem 6, hanem 5 csapat játszott. Ez azt jelenti, hogy nem 15, hanem csak 10 mérkőzést rendeztünk egy helyszínen. Így a csapatok is időben el tudták kezdeni, tehát nem kellett hajnalba kezdeni 8 órakor, hanem 9 órakor kezdődtek a tornák, és ember időben 14 órára be is fejeződtek. Ugye a helyszínekről az első két helyezett csapatok tovább jutottak, illetve a harmadik helyezettből a 4 legjobb harmadik. És most a középdöntőknél pedig még jobban változtattunk az előző évektől eltérően, hiszen 4 helyszínen 4 csapat fog küzdeni, ez pedig azt jelenti, hogy minden helyszínről 2 fog bekerülni majd a 8-as döntőbe. Egyelőre nagyon pozitívak a visszajelzések a Nyírerdő kupáról. Szervezett az igazgatóság egy utánpótlás futballtornát is, ez iránt milyen volt az érdeklődés? Igazából azt kell mondanom, hogy kevesebb csapat jelentkezett az U19-es teremtornára, mint amiben bíztunk. Tavaly volt az első év, amikor kiírtuk, ez február vége volt, és nagyon sokan azt mondták, hogy azért nem nevezik már be az U19-es csapatot teremtornára, hiszen 2-3 hét is kezdődik a nagypálya, és már mindenki nagypályán készül. Ennek megfelelően idén most januárban írtuk ki, és ennek ellenére januárban is alig jelentkeztek. Tegnap járt le a nevezési határidő, 8 egyesület adta be, úgyhogy úgy terveztük, hogy rendezünk selejtezőt, majd pedig döntőt, így viszont mivel 8 egyesület nevezett selejtezőket nem rendezünk, hanem egy 8-as döntőt majd a Firó foci csarnokban február 26-án szombaton. A futballmeccsekhez játékvezetőkre is szükség van, az igazgatóság indított egy alapfokú játékvezetői tanfolyamot, ez iránt milyen volt az érdeklődés? Minden eddiginél többen jelentkeztek, illetve a minden eddigit úgy értem, hogy 2012-2013-tól, amióta átlátom, ennyien még nem jelentkeztek alapfokú játékvezetői tanfolyamra, mint most. Több mint 30-an jelentek meg az első oktatási napon, de reális esély van rá, hogy akár 40-45 fő is lehet a létszámuk. Csütörtök esténként tartják ugye az elméleti oktatásokat, majd pedig a gyakorlatra is sor kerül február végén, március elején. Nagyon bízok benne, hogy azért a jelentkezők jelentős része tényleg komolyan gondolja, és majd a sikeres vizsga után be tud és be is szeretne kapcsolódni a megyei labdarúgás vérkeringésébe, hiszen egy olyan 20-30 főre azért mindenféleképpen szükségünk lenne, hogy megfelelően el tudjuk látni valamennyi mérkőzésen a játékvezetői feladatokat. Évek óta szerepelnek kárpátaljai labdarúgók a kisvárdai csapatban, amiértről és a klub határon túli kapcsolatairól Révész Attila sportigazgatóval beszélgettünk. Az egész térségünkre jellemző, a Szabolcs-Szatmár megyeikben, az alacsonyabb osztályú csapatoknál, az NB3, NB2-ben is nálunk, illetve a megyeiben jelentős kontingens van Ukrajnából, akár Szlovákiából is. Ez teljes mértékben érthető. Nekünk a merítési lehetőségünk nem olyan, mint az ország közepén meglévő kluboknak, vagy akár a budapestieknek, nyilván a létszám különbség miatt. Ezért, illetve azért, mert a kárpátaljaiak azért jó alanyok, a kárpátaljai játékosok szeretnének nyugat felé nyitni. Ugye az elmúlt időszakban már 8 éve csináljuk itt a futballt Kisvárdában. Jellemző volt ránk alacsonyabb osztályban is, megyegyben, NB3, NB2-ben, hogy már onnan néztünk fiatal labdarúgókat, és éveken keresztül akár a Babiakra gondolok, a Kornutyákra itt szerepeltek már nálunk. És hát menet közben ez a partneri kapcsolat közössé vált a kinti munkácsi akadémiával, akik már akkor alacsonyabb osztályban szerepeltek, és rengeteg gyerekük volt. Valahol a közös érdek azt kívánta, hogy egy együttműködést hozunk tető alá. Ez meg is történt, és már lassan 3 év annak, hogy ottani kinti gyerekeknek nyújtunk edzés lehetőséget, edzőket képzünk, illetve most már azért jelentős támogatást is kaptak a magyar kormány jó voltából rajtunk keresztül. A Kárpátaljai Futballakadémia az az elmúlt időszakban nagyon sokat fejlődött, infrastruktúrálisan is, illetve szakmailag.
Egyértelműen mondhatom, hogy ezen kívül menet közben egy évvel korábban az ungvári sportiskolával is egy komoly megállapodást kötöttünk, és ott is az ungvári stadionnak a centerpályát, az Amangár stadion centerpályáját új füvel láttuk el, alácsöveztük, locsoló berendezés kapott. Mellette pedig a nagy stadionban, a Városi stadionban az önkormányzattal karöltve egy nagyon komoly, új, legmodernebb generációs műfüves pálya kerül kialakításra. Annak a füvét már kiszállítottuk, az ajtaj kész van, alá van csövezve, tehát teljesen mai modern követelményeknek megfelelő, és azt gondolom Ukrajnában egyedülálló létesítmény lesz. Azt követően pedig Dercemben egy jelenleg is építés alatt zajló 6 nagyon modern, 2 műfüves pálya, 2 telepített fű és 2 vetett füves komplexum épül. A mellette lévő kollégiumi szálláshely pedig már engedélyest elve rendelkezik, a napokban történik meg a kivitelezőnek a kiválasztása, bejöttek az ajánlatok. Én úgy gondolom, hogy azt is a jövő hét után szerződéssel rendelkezünk és el tudjuk indítani. Tehát ez egy olyan lehetőség a kinti gyerekeknek, amely egyrészt előkészíti őket az európai magyar futballra, másrészt pedig a határunk közelsége miatt lehetőséget biztosít nekik, hogy akár nálunk is, vagy akár a magyar országi csapatok nagy részénél lehetőséget kapjanak és kibontakozhassanak. És én úgy érzem, hogy ebből Kisvárra mindenképpen profitál nagyon sokat. Most mondhatom, hogy a Munkácsi Akadémiáról már 5 játékos van, illetve az Ungváriról is van már nálunk a felnőtt keretben. Lényegesen megkönnyíti a gazdasági életünket, mert ha mondhatjuk, hogy ők légiósok, de azért csak a miénk kárpátaljai magyarok, bármiről beszélhetünk, még hogyha többen nem is tudnak magyarul, itt tanulnak meg az a kinti helyzet miatt, de sokkal kézenfekvőbb őket innen hozni, mert bármikor haza tudnak ugrani egy fél óra alatt, mint hogyha Budapestről Dunántúrá hoznánk el játékosokat. Ráadásul azok a játékosok többszörös áron jönnének ide, többszörös igényük lenne a fizetés tekintetében, tehát tulajdonképpen a gazdasági érdek is ezt szolgálja. Több játékosunk már azért ide jár Kisvárdába, fiatal játékosunk az akadémiánkra, ezáltal iskolában is itt tanulnak. Ő belőlük már teljes mértékű magyar lesz, 3 év után honosított magyarnak számítanak ezek a futballisták, ezek a kisjátékosok. A magyar állampolgárságot is nagyon sokan megkapják menet közben, és a magyar iskolai bizonyítványon fognak rendelkezni. Az akadémiánk az rövidesen átadásra került, a teljesen modern körülmények között nem csak az edzés lehetőség, hanem a lakhatási, étkezési lehetőségek is nagyon nagy mértékben fognak változni. Tehát tulajdonképpen európai színvonalon fogunk tevékenykedni szakmailag és szociológiailag is. Én úgy érzem, hogy ez egy megfelelő táptalaj lehet a későbbi jövő számára. Talán 3-4 év múlva lesz az első olyan korosztály, aki már megfelelő képzést kapott, és nem hiányoznak az alapok, már most is a bajnokságban remekül teljesítenek. Közülük lesznek olyan egyének, akik a későbbiek során a Kisvárda sportját azt magas szinten fogják folyamatosan tartani. Addig kell valahogy vegetálnunk, addig kell importálni játékosokat, távolabbról hozni közelebbről, hogy ez a csapat fönnmaradhasson, mármint a felnőtt csapata gondolok. Ezért van most is egyébként több játékosunk felnőtt szinten is onnan hozva, illetve azért, mert a nyelvi könnyebbség az nagyon fontos a csapatjáték szempontjából. Tudunk velük kommunikálni, több oroszul, ukránul jó beszélő edzőnk van, orvosunk van, kiszolgáló személyzet szintén tudja a nyelvet. Tehát ez nagyfokú segítség mindenkinek. Hát ez a praktikusság elve alapján történt ez a kiválasztás elsősorban. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!